első dolog, hogy a vagyon három elemből áll. Van a forgalomképes vagyon, van a úgynevezett korlátozottan forgalomképes vagyon, és van a forgalomképtelen vagyon. Mindegyikre egy példát mondani. Az utak, azok forgalomképtelen vagyonok, mert azt nem lehet elidegeníteni. Vagy a közterületeket nem lehet elidegeníteni. A korlátozottan forgalomképes vagyon, az egy óvoda, egy iskola, egy szociális intézmény, mivel az feladatot, funkciót lát el, hogyha netán ebben változás történik, akkor kerül átsorolásra mondjuk forgalomképes vagyonnál. És a harmadik jelenem a forgalomképes vagyon, az önkormányzat tulajdonában lévő telkek, lakások és helységek. A mi forgalomképes vagyonunk az meghaladja a 10 milliárd forintot, vagy közel 10 milliárd forint, azt lehet mondani, ebben tudunk gazdálkodni, vagy garázdálkodni. A forgalomképes vagyont növeli, hogyha lakóházat építünk, és mondjuk egy telken, amelyet nem adunk el, és szanálunk, a forgalomképes vagyonunk mondjuk a Kartács utcai ház, vagy a szolgáltatóház megépítésével ebben növesz. A második kérdés,